Köszöntöm Önöket, és boldog új évet kívánunk! Választási szuperébb lesz 2024, erről is fogunk beszélni a mai adásban. Lássuk, hogy kikkel. Konok Péter történész, Schiffer András ügyvéd, Ceglédi Zoltán politikai elemző és Hont András újságíró ma is a csapattársam. És arra gondoltunk a szerkesztővel, Korvin Tiborral, hogy egy picit legyen rendhagyó ez a mai adás, és tekintsünk előre, úgy külpolitikai és belpolitikai szempontból is, hogy ti mit vártok 2024-től. És én azt javaslom, hogy ha már választási szuperévről beszélünk, és a Bloomberg becslése szerint a világ népességének 41%-a fog voksolni, kezdjük a külpollal. Ki kezdi? Rendhagyó adást, nem szólunk egy szót sem. Hát meg végül is ennek is el kellett érkeznie. Valóban rendhagyó lenne, hontatás. Na, akkor most már mondjad. Micsodát? Hát én megmondtam, nem szólok egy szót se. Jó, külpolitikai szempontból akkor én kettőt említek. Az egyik, hogy persze sokan választanak, de néhol ez a választás az idézőjeles, tehát mondjuk az orosz választás eredményét azt szerintem mind elég nagy valószínűséggel meg tudjuk jósolni, hogy mi lesz. Ellenben én viszonylag régóta beszélek róla, és most inkább megint megvalósulni láttam, mint sem azt, hogy az Európai Parlamentben lehet egy nagyobb földindulás. Nem arra gondolok, hogy nem a néppárt lesz a legtöbb képviselő rendelkező frakció, de arra igen, hogy előfordulhat, hogy a néppárt és a szocialista mögött harmadikként olyan euroszkeptikus erők futnak be, akik alapvetően át tudják alakítani azt, hogy milyen tisztségviselőket választanak, illetve milyen jogalkotás történik. De erre csatlakoznék rá, hogy ami szerintem, nyilván az amerikai elnökválasztás persze a sorsdöntő a világ számára, hogy ne, főként, hogyha sikerül ezt az egész progresszív establishmentet kitakarítani a Fehérházba, akkor lehet, hogy egy kicsit békésebb világ fog. Vagy Trumpot nem fölrakni a szavazólapokra. Ó, hogy ne, a demokrácia így van a tiszta verseny jegyében. De ami az európai parlamenti választást illeti, ha országonként megyünk végig, akkor lehet, hogy ezt az egész pártcsalád keretezést érdemes is félretenni, mert például Csehországban elég valószínű, hogy Babisnak a egyébként elvileg a Renewhoz tartozó és névleg liberális pártja, de messze első lesz, mint ahogy Szlovákiában a szociktól frissen kizárt vagy eltanácsolt Smer, a Fico pártja szintén első lesz. Tehát amit el fog következni az az, hogy a különböző szuverenista jobb, illetve baloldali erőknek lesz egy erős térnyerése, és amit a különböző mérések előre jeleznek, hogy a legnagyobb vesztes az a zöldek frakciója lesz, egyébként jegyzem meg méltán. Franciaországban feltehetően a Le Pen listája első helyen fog végezni, Németországban az se kizárt, hogy szövetségi választást is tartanak. Egyébként már itt műsor előtt a Péternek kezdtem mondani, csak közbe jött a szignál, hogy a legérdekesebb például Németországban az egy Landtag választás lesz Türingiában szeptemberben, ahol most éppen úgy állnak, hogy 1-2% ponttal első az AfD, rögtön szorosan mögötte a ma megalakult Sarah Wagenknecht pártja, harmadik a Die Linke, és az az érdekes, hogy az uniópártok, SPD, zöldek és a szabaddemokraták összesen Türingiában jelenleg 25%-ot sem érnek el úgy, hogy a zöldek és a liberálisok kívül lennének a Landtagon. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy vélhetően az európai progresszív elit fog kapni egy hatalmas pofont. Ez nem kizárólag jobbról fog érkezni, mert például Írországban, ha minden igaz, a Sinn Féin fogja behúzni az első helyet, aki a radikális baloldal frakcióját erősíti. Amerikában nyilvánvaló, hogy eléggé élére van állítva a küzdelem, de szerintem összességében azt lehet előrejelezni, hogy azért ami június 9-én Európában, illetve utána november elején Amerikában történik, az nagy mértékben meg fogja határozni azt, hogy ez az egész háborús hangulat, ez mennyiben fog tovább turbózódni. Hát én nem leszek ilyen részletes. Mit várok, az egy dolog. Én azt várom, hogy valamikor május környékén győz a világméretű társadalmi forradalom, és megvalósul a tökéletes társadalom, ahol ember-embernek nem farkasa, és tökéletes harmóniában élünk a természettel. Hogy mire számítok, az megint más kérdés. Én úgy gondolom, hogy 2024-2023 folytatása lesz más eszközökkel, igen, lesznek átalakulások. Tényleg 40
40-valahány országban rendeznek választás, a 40%, nem több országban rendeznek választás, mindegy, most teljesen 78, igen, 40%. 78 országban fogják eljátszani az embereknek azt, hogy beleszólásuk van a világ dolgaiba, és hát 78 országban kénytelenek lesznek szembesülni az emberek, ha hajlandóak ezzel szembesülni, hogy valójában nincs beleszólásuk a világ dolgaiba. Lesznek ezek az átalakulások, nagyjából egyébként úgy fognak kinézni, hogy szerintem, ahogy az András elmondta, ez eléggé látszanak ezek a trendek, hogy valamilyen módon meggyengült, és most már teljesen erodálódott az, amit egyfajta ilyen második világháború utáni liberális common sense-nek hívtunk, és ezek amit azt mondtad, hogy progresszivista erők, ezek tényleg meglehetősen elkopnak. Szerintem, ami jön, az se lesz jobb. Egyébként most tényleg a német válságban látszik szerintem kiválóan egyébként, hogy az látszólagos alternatívák küzdenek egymással, amiből valószínűleg tényleg az AfD fog kijönni, talán még a Linke is, de nem is az, hanem ezek a pólusok, tehát hogy eleve a kormányon belül, hogy ott vannak a zöldek és a liberálisok, akik marhára nem értenek szinte egyet semmiben, de azért koalícióban vannak. Köztük a szociáldemokraták megpróbálnak úgy csinálni, mint hogy egy külön erő lennének. Holott valójában nincs senki, és ezzel szemben sem áll semmi. Tulajdonképpen a status quo-nak a zöld kérdésre nem születik megoldás, hiszen nyilvánvalóan, hogy a zöld politikának nevezett valami nem oldja meg azokat az irdatlan problémákat, amiről szó van. A szociális problémák nem oldódnak meg, a szociáldemokraták már rég nem képesek arra, hogy egyáltalán észrevegyék azt, hogy milyen problémák vannak ezekben a dolgokban. A liberálisok meg hát tudjuk milyenek, csinálják azt, amit eddig is csináltak. Én nem látom be, hogy ez a hogy is mondta az elején, amelyik a műsor előtt mondta, a Szijjártó szerint világpolitikai Szuperból. Én nem látom be, hogy ez valóban igazi nagy Szuperból lenne. Folytatódni fognak a háborúk, lesznek helyettük újak, maradunk a status quo-ban is egyre rosszabb. Én azt gondolom, hogy nem fog történni semmi. Hát lényegében én is ezt mondom. És szerintem jó ideje arra vagyunk kondicionálva, hogy ne történjen semmi. Ha történik valami, az baleset, az anomália. Abba belehergeli magát az emberiség. Főleg ugye azt a részét tekintve a világnak, amit a nyugati felének szoktunk nevezni, meg gondolni. Itt ez a, hogy a Konoknak és a Schiffernek kedveskedjek, ez a globális algoritmus kapitalizmus, az nagyon régen van belőve arra, hogy kiküszöbölje azt, hogyha a politikában történne valami változás. A britek ki akartak lépni az Európai Unióból, népszavaztak róla. Elkezdődött a fecsegés, hogy ezt nem úgy kell érteni, nem úgy van. Majd jött egy választás, kiderült, hogy pontosan úgy gondolják. Jaj, nem, ez nem úgy van, hát hiszen maradáspárti a miniszterelnök, igaz, hogy azt akarja, nem. Akkor jött egy újabb választás, akkor már kiderült, hogy teljesen úgy gondolják, mi történt, a végig addig tárgyalnak, addig csencselik, addig forgatják az egészet, amíg effektíve nem történik a mindennapi életükben, a kereskedelmükben, amit semmi. Megválasztják 16-ban Trumpot elnöknek. Jön nagy délrel, durral, néha twittel valamit. Mi történt? Semmi. Megvalósított egy ortodox héja külpolitikát, megvalósított egy teljesen ortodox republikánus gazdaságpolitikát, megígérte, hogy feldarabolja a tech cégeket. Nem darabolta fel a tech cégeket, és így tovább. Azok darabolták fel őt. Így van. Mi történt? Semmi nem történt. Erre vagyunk berendezkedve. Miközben látszik az, bár egyébként pont az Európai Parlamentben nem hiszek, mert azért lássuk már, amit egyébként minden párt háttérembere Magyarországon és Európában elmond, hogy ez egy bohóc parlament, egy valóságtól elszigetelt elitista buborék, végképp nem fogott semmi történni, de az látszik, hogy az emberek el akarnak mondani valamit. Magányosak, szoronganak, szeretnének túllendülni bizonyos dolgokon, és ennek nincsen semmilyen hatása a politikában, miközben folyik az elmúlt évszázadok talán legfontosabb kísérlete, az ember úgy gondolja, hogy ember teremtőként fel tud lépni, és a mesterséges intelligenciával valami olyasmivel kísérletezik, ami át tudja törni az emberi képzelet határát. Nagyon erőteljesen szkeptikus vagyok, de ez a kísérlet folyik. Nagyon durva, hogy az ünnepek alatt Konokra pihented magad, de hogy amit elmondtál, azt eddig csak ő mondta, viszont akkor én is beleállok ebbe, hogy mi a másik, nem, mi a másik javaslat?
Ja, nem kell egyet, itt nem fogunk egyetérteni, mert szerintem ez a részint az anarcho-szindikalista, részint a baloldali radikális megoldások üresek, meg az államszocializmus már próbáltuk, de ez mindegy is. Ettől még konzervatív kritikája éppen ugyanúgy lehet érvényes a fennálló előbb általam igen, globális algoritmus kapitalizmus. Csak várjál, ezek az algoritmusok nem ott dőlnek el, amiről beszélsz, tehát nem a politikában dőlnek el. Ezt mondtam. Igen, csak azért mondom, pont ezért színjátéka úgy tetszik ez a rengeteg választás, hasonló, mert nem ott dőlnek el a dolgok. A tech cégekről, amit mondtál, na, ott például eldőlnek. Ugye a tech cégek darabolták fel Trumpot, és nem Trump darabolta fel a tech cégeket. Ezekre az embereknek nem hogy befolyásuk nincsen, rálátás sincsen. Viszont pont azokat a kis szomorú frusztrációikat, amiről beszéltél, azokat a látszatpolitikába ölik, és a látszatpolitikát pedig a politika kínálja nekik, a választások kínálják nekik, a pártokhoz való elkötelezés kínálja, az utcákon való ugrálás kínálja, hogy valamelyik politikai erőt támogassák. Ez nagyon elkoptatott és nagyon unalmas már, hogy nincsenek már emögött ideológiák. Itt már valóban a fenntartás igénye van. Igen, azt szerintem nagyon jól mondtad, a nem változtatás igénye, mert nem a nem változtatás, az megint más igény, azt az Orbánék találták ki, a nem változtatás igény. Az egészben az a vicces, hogy nem ők találták ki. De... nem vicces, szomorú. Szóval persze, András, ha onnan nézzük, neked teljesen igazad van abban, hogy tulajdonképpen nincs vagy nem lesz semmi változás, persze Péter is ezt mondta, hogy ne, hogy ezek a választások nem kizárólag, de döntően a világ nagyobbik részén tőke frakciók közötti küzdelmekről szólnak. Például egy amerikai elnökválasztás, hogy ne. De tehát magyarul, igen, Péter, igazad van, arra nem lehet számítani, hogy 2024-ben világméretű társadalmi forradalom robbanjon számítani ki. Lehet, csak hülyeség. Csak hülyeség, pontosan. És de kik vezetnék? Azért mondom, hogy erre nem lehet számítani. De ez azért megnyugvásra hallom. Abból a szempontból azért nem teljesen mindegy, hogy a két tőke frakciónak, tehát a globális nagy tőkének és a nemzeti keretek közé szorult helyi burzsóáziáknak a küzdelme hogyan dől el, hogy például, hogyha a progresszívek a saját és hazájukban Amerikában vereséget szenvednek, az rövid távon mondjuk kicsit arrébb tolja egy globális háborúnak a veszélyét. Tehát én azt látom, hogy ma közvetlenül, tehát most így hónapokban, egy-két évben mérve, a legnagyobb fenyegetést a világ békére ezek a globális progresszív hálózatok jelentik. Ettől még a rendszernek az alapproblémái, hogy éppen mi a német, vagy a francia, vagy a EP, vagy az amerikai választásnak a végeredménye, az nyilván nem fog változni, hiszen ugyanúgy a kapitalista rendszeren belül tőke frakcióknak a birkózása zajlik. A globális hálózatok, akik veszélyesek, ők nem változnak. De a másik meg, ami, hogy bohózat az EP, persze, hogy bohóckodás az egész Európai Parlament, hogy ne? De egyrészt azért én azt nem becsülném le, hogy lásd itt a magyar fejlesztési pénzeknek az enstandulásánál azért némi szerepet játszottak, de nem is ez az igazán lényeges. András, abból a szempontból lényeges az európai parlamenti választás, hogyha nagyon egy irányba mutatnak a trendek a tagállamokban, az pontosan a későbbi nemzeti választások miatt egy nagyon komoly jelzés a politikai eliteknek. Tudod mi a változás, ami beáll mondjuk egy olyan eredmény esetén, ami az Európai Néppárttól jobbra lévő frakciók megerősödését hozza, vagy mondjuk az ID-nak és az ICR-nak a romján kilövő mondjuk akár az EPP-t, akár a szocikat meghaladó frakciónak a létrehozásával jár? Az, hogy Orbán Viktor lesz az leginkább Európa parlamenti párti politikus, abban a pillanatban. Tehát az Orbán Viktor, aki az Európai Parlament felszámolását követelte még mit tudom én 2 éve, az hirtelenében nagyon. És ez is azzal függ össze, amit mondtam előbb, hogy nem történik igazából semmi. Mert hogy annyira képléke, annyira át tud mindenki állni az aktualitásokban, a konkrétumokban, levegővétel nélkül a túlsó oldalra, hogy az egy ilyen... ez tényleg színjátékká teszi nagyjából a szakma. Amit Péter említett a zöldek, igen, szerintem azért várhatóan a legnagyobb vesztesei ennek a nagy mintán felvett június 9-i közvéleménykutatásnak,
mert legkésőbb a Covid és az ukrajnai háború kapcsán világos színvallás kell, hogyha valaki zöld politikával akar tovább bohóckodni, hogy mi a viszony a kapitalizmushoz. Tehát a Covid óta nem folytatható az a történet, hogy lehet úgy zöld politikát hirdetni, hogy például Dél-Amerika meg Afrika kontójára zöldítjük az európai centrumot, lehet úgy zöld politikát hirdetni, hogy közben lepaktálunk a nagy cégekkel, és tulajdonképpen a kapitalizmussal semmi bajunk. Ez a Covid-válság és az ukrajnai háború okozta válság itt világos választóvonalat teremtett, és azok, akik tovább akarják játszani ezt a zöld bohóckodást elektromos autóval, meg különböző ilyen klímasztrájkokkal és a többi, azok mennek le a lefolyón, mert erre a termékre vannak hitelesebb. Ez számon kéri bárki szerinted? Nem, csak éppen nem fogják észrevenni őket. Tehát ebből a szempontból a különböző hagyományos jobb-közép formációk, vagy például a jobboldali populista formációk sokkal szuggesztívebb ajánlatot. Erősebb választ adnak, és főleg az, hogy társadalmibb választ adnak, ami sokkal veszélyesebb. Tehát a baloldalból kinőtt zöld politika már régeség lemondott arról, hogy bármit mondjon a társadalomnak, azon kívül, hogy ezeket a szerintem életmód, ez az életmód baloldal. És a kapitalizmusnak egy sajátos verzióját kínálja a gazdagoknak és a jómódúaknak. Hogy? Viszont ugye a szociáldemokraták már réges-rég elvesztették minden energiájukat abban, hogy bármit is tudjanak mondani a melósoknak, és bármit is tudjanak mondani mondjuk a szakszervezetekről, vagy bármit tudjanak mondani arról, hogy mi ez a kapitalizmus. A kapitalizmusról megdöbbentő módon, nem is annyira megdöbbentő, mert nem újdonság ez, de most már szinte kizárólag a szélső jobb, jobboldali populizmus beszél. Megint más kérdés, hogy ez rosszak a válaszai, de a kritikájukban Péter, nem feltétlenül helytelen. Ezt demonstráltuk az előbbi eszmecsere során, amikor én beszéltem erről. Teljesen nincs igazad, Péter, mert azt mondom neked, hogy Írország Sinn Féin, Németország Wagenknecht, Franciaország Mélenchon, Olaszország Ötcsillagmozgalom, tehát, hogy van egy éledése a szuverenista radikális baloldalnak. Jaj, ne vicceljél már, András, mi történt a Szirizával, mi történt a Podemosszal, mi történt az előbb általad említett ötcsillagmozgalommal, amelyik egy olyan kormányhoz járult hozzá, amelyik kis hiány bevezette azt, hogy a szavazati jogot azt az oltáshoz kötik. Annak a kormánynak a gerincét az alkotta az ötcsillagmozgalom. Azt a derék kaviár baloldal tolta ezt a baromságot. Jó, hát érted, az a korábbi szocialista miniszterelnök. És még azt akartam neked, Péter, erre mondani, hogy az, amit itt diagnózisként egyébként helyesen felmutattál, annak az az oka, hogy a hidegháború vége után az euróatlanti térségben, Nyugat-Európában a baloldal, illetve zöld mozgalmak egy progresszív gyarmatosítás áldozatául lettek. Tehát gyakorlatilag, ami a hidegháború után történt, az meg... Szerintem az történik, hogy az identitás, ténylegesen az identitás politikának a korszakát érjük, értve ez alatt az, hogy minden fórum, amit te elfogadsz referenciaként, az visszaigazolja, hogy jól vagy te úgy. Ha te progresszív baloldali, vagy valamiatt baloldali, mert ugye a nyugati baloldal egyetlen dologtól irtózik, fél tőle, mint ördög a tömjén füstöl, az a nép, tehát attól védje meg valaki, ezt jól látjuk itthon is, máshol is. Amitől a jobb oldal fél, az ugye a hagyomány, meg a fennálló rend, hiszen ő fel akarja borítani, szét akarja dobálni, de az egyiknek visszaigazolja, hogy te vagy a baloldali, a haladáspárt, a társadalmi jólétet kiterjesztő valami, a másiknak visszaigazolja, hogy te állsz a hagyományos értékek mentén, vagy mellett, egyik nem állott, a másik nem akarja kiterjeszteni, mert magáról akar beszélni, és mind a kettő azt csinálja, hogy ül otthon, meg tudja rendelni már okostelefonon a teljes étkezését, nézi a Netflixet, közösségi élmények helyett, mert ugye nagyjából a közösségi terek is hihetetlen elsorvadásban vannak nyugati világszerte, és úgy nagyjából egy ilyen pótlék élettel el vagyunk, ahol egyébként már el sem akarnak titkolni tőlünk. Tehát a cenzúrának az volt a előnye a mostani helyzettel szemben, hogy ott lehetett tudni, hogy van valamit, el akarnak tüntetni a szemed elől. Az algoritmus az nem tüntet el,
hanem eléd dob 120 másikat, ami egyébként téged valamennyire érdekel. Fehér zajba kell folytani, de minden politikai kvázi ideológiának, vagy ideológiai konstrukciónak az a legveszélyesebb, hogyha számon kérik rajta, hogy komolyan vegye azt, amiről beszél. A saját hivatkozási alapjai fordulnak ellene, ez már a bolsevikeknél is komoly problémájuk volt, amikor a proletariátus rájött, hogy Jézusom, hát ez nem minket képvisel, semmi közünk hozzájuk. Ugyanez van, de a liberálisokkal is ez van egyébként. Hol beszél már a liberalizmus szabadságról? Ja. Mondjál nekem egy liberális politikust valahol. Én nem a politikusokról beszélek, engem a politikusok, megmondom őszintén, azért nem érdekel. Liberális gondolkodót mondjál akkor. Ők végzik a saját munkát. Hont, András? Ceglédi Zoltán, amit elkezdett volna egy 20 perccel ezelőtt, már nem tudod, mi volt az. De hát kb. Mindegy is, meg úgyis mindjárt reklám jön. Nem, én arról nem vagyok meggyőződve, hogy most van az a nagy cezúra, amit soha nem láttunk korábban. Nekem a politikai emlékezetem az így aktívan ilyen 20 pár évre megy vissza, tehát én még emlékszem arra, hogy 2001-ben, akkor azt mondtuk, hogy az addig ismert világnak vége van. Ára ki? De hát ez volt az olvasat, és egyébként nagyon, tehát ez szerintem nagyon sok mindenben most beszélünk, az abban gyökeredzik. De a 2008-as nagy gazdasági világválságnál, amikor azt mondtuk, hogy a korábban ismert válaszokat nem használhatjuk, előre tört az új baloldal, az András által is emlegetett szereplőkkel. Aztán azt gondoltuk a menekült válság idején, meg a Charlie Hebdo terrortámadásnál, hogy akkor most megint lezárult egy szakasz. Mindeközben Greta Thunberggel mondtuk együtt, hogy azt hiszem 2018-ban mondta, hogy 5 év múlva vége a világ. Nem, 18-ban twitterte azt, hogy 5 év múlva vége a világnak, ha így megyünk tovább, aztán 23-ban ezt kitörölte. Most éppen a Vogue kapcsán van ilyen, de hogy én azt érzem, hogy van egy ilyen önvédelmi amnéziás mechanizmusa az emberiségnek, vagy legalábbis ezeknek a társadalmaknak, és időről időre azért felejtjük el azt, hogy már 2-3 éve is volt egy Armageddon várás, mert különben nem tudnánk a hétköznapokat menedzselni. Tehát ezért lesz majd megint a bal oldalon az a fajta kritika, ezért lesz megint a jobb oldalon az a tradicionális megközelítés, mert ezeket így töröljük. De egyébként gondolj bele, az emberiség történetében számtalanszor várták a világ végét, megjósolták, pont szekták jöttek rá létre, ez mindig elmaradt, a szekták ezeket mindig túlélték, és várták a következő világvégét, és mindig elfelejtették, hogy az előző elmaradt. Hát Istenem, volt valami kis megakadás legközelebb, hát mit tudom én, a 3-as metrót is meddig újították fel, hát ez valaz a világvége. Van erre, nap új világ. Van erre egy másik példám, és pont múltkor jött velem szembe egy régi mém, amikor még, hát a szerencsére az nem, akkor nem lennék itt, de hogy ami akkor még nagyon menőnek és progresszívnek számított, egy Edward Snowden kép ráírva egy idézet, amiben a nyugati társadalmak és Amerika viszonyát a titkokhoz, a szabadsághoz kritizálja, ugye Edward Snowdennek a szabad Oroszország adott menedéket, hogy gyakorolhassa ezen jogait. És Snowden, mint ezt, hogy a teljesen... Csak mondd el azért, ne vágják ki, hogy ezt a szabad Oroszországot te idézőjelbe... Idézőjelbe mondom, persze, csak nem, hát én emlékszem rá, hogy nemrég még Edward Snowden adott tanácsokat a magyar jogvédőknek, hogy hogyan kell küzdeni a szabadságért. Tette már ezt akkor is egyébként egy moszkvai szállodából. Tehát, hogy most arra... Mert az Edward Snowden is egy szektavezér igazából, ő is egy guru. Egy szélhámos ebben az egészben. Ettől még mondjuk persze a szélhámosoknak lehet néha találatuk. Az a baj, hogy amit mond, az alapvetően igaz, a figurát viszont felhasználják. Nem, azért nem igazán tudok olyat mondani, ami nem ülne az Egyesült Államokkal kapcsolatban az Edward Snowden-i narratívában, viszont tény, tehát állandóan ezt idézem, egy világban, ami a feje tetején, az igazság és a hamisítás egy mozzanata. Felhasználják, berakják, ez egy figura. A Greta Thunberggel ugyanez volt, valóban fontos és komoly dolgokat mondott, nevetséges formában, és ezáltal sokkal elviselhetőbbé tették, ráadásul az összes politikus vele szelfizett, olyan jól lehetett mellette szégyenkezni. No, hogy mit gondoltok a magyar helyzetről és a belpolitikáról, arra kíváncsi vagyok, annál is inkább, hogyha a világban nem történik semmi, akkor vajon a hazai belpolitikában mi történik szerintetek 2024-ben? Ezzel folytatjuk. És azt ígértük, hogy folytatjuk a belpolitikával, de Siffer András azt mondta, hogy egy picit ő még beszélne unblock azért a térségünkről is. Azért, mert egyrészt folytatva, amit a CEGO elkezdett, azért itt a sok mérföldkő 2001 óta, amit elkezdtél összerakosgatni, azért az annyi fordulatot jelez, vagy jelzett az utóbbi 10 évben, hogy
még 2010-ben is a külpolitika az ilyen elképzelhetetlen távolba volt. Én emlékszem, hogy amikor megalakult a frakciónk, azt, hogy most a külpolitikának legyen felelős, ez egy ilyen futottak még dolog volt. A rendszerváltás után jó 20-25 évig el lehetett úgy motorozni, akár kormányon, akár ellenzékben egy pártnak, hogy különösebben külpolitikáról nem gondolt semmit. Ki volt az LMP-s külpolitikus? Te volt az Ercsei Kati, volt a Mile. De ez nagyon volt, ez annyira így nem volt, ebbe a beállj pillanat, viszont itt a részben a globális pénzügyi válság, utána a migrációs válság 15-ben nagyon erősen jelzett egy olyan fordulatot, és itt nem csak Magyarországról van szó, hogy a világon ma nem lehet úgy belpolitikát csinálni, hogy nem reflektálsz a globális környezetre. Na most Magyarország azért van ebből a szempontból egy rendkívül érzékeny helyzetben, mert egy dolog, hogy a keleti határunknál háború zajlik, de nem feltétlenül függetlenül egyébként a 2024-ben sorra kerülő választásoktól júniusban, novemberben, sajnálatos módon tőlünk délre is van egy puskaporos hordó. Tehát azért nem árt arra is figyelni, hogy ami Koszovóban, illetve Boszniában zajlik, túl azon, hogy mind a bevándorlás, mind az energetikai kapcsolatok szempontjából Magyarországnak egy érzékeny útvonal, itt van a szomszédságunkban. Boszniában alig ellenőrzött területek, ahol a hírek szerint 10 éve, 15 éve kiképző táborok vannak, 60 kilométerre vannak a Drávától, és Koszovóban nem véletlenül járt most éppen a brit külügyminiszter, folyamatosan megy a zsinatolás különböző európai-amerikai diplomaták részéről, mert rendkívül borulékony a helyzet, és egy olyan térségről beszélünk, ahol a nyugaton kívül nem csak az oroszok, hanem a különböző iszlám hatalmi központok is kezdik betenni a lábukat. Bővíteni kéne az uniót, csak hát nyilván hát igen, a konfliktus hát nem igen. Akar felválni. Annyit kiegészítést tennék az előzőekhez, amit Ukrajnával. Mondtam, hát nem úgy, hogy a semmi az arra vonatkozik, ami nyugaton történik, meg az, amire azt gondolták, hogy az új kihívások lesznek. Ezek az ilyen hagyományos geopolitikai, nacionalista dolgok, azokon már túl vagyunk, járványokkal, klímával, ilyen kérdésekkel, hogyan fogunk megbirkózni. Ehhez képest, ami valami, ami történik, ami van, azok nagyon is hagyományos konfliktusok. Háborúk, éhínségek, terrorizmus, vallási fanatizmus és így tovább. Ezek maradnak, és pont az, amire azt gondolták emberek, hogy na hát majd az emberiség új korszakában a konfliktusoknak a gyújtópontjai lesznek, azoknál van az, hogy kiküszöbölődik a tényleges döntéshelyzet, és kapjuk ugyanazt. Belpolitikánál tartunk már, vagy még? Igen. Hol a különbség? Szólok, hogy igen. Jó, csak én még ezt még kiegészítésen akartam tenni részben az András is reflektálva. Január 8-a van, tudjátok, hogy egyébként milyen nap van? Hétfő. Jó, oké, azon túlmenően ma évfordulót ünneplünk. 10 éves évfordulót, kerek évfordulót. 2014. január 8-án először fordultak neves közéleti személyiségek, az összefogás érdekében, hát olyanok, mint Csáky Judit, Vásárhelyi Mária, Ávad Apál, természetesen Isten nyugosztalja már elhunytakat, Bitó Lászlót, Konrád Györgyöt, szegény Heller Ágnest, de hát Demokratikus Falus Ferenc is ebbe a sorba illeszkedik, meg szegény Balázsovics Lajos, de hát természetesen Csepeli György, Gábor György, Őrsi Mátyás, Vince Mátyás, Dés László és a többiek. Üdvözölték azt, hogy leültek Bajnai Gordon tárgyalni. Így van. A Gyurcsány Ferenccel, amelynek az eredménye a közös lista lett, akinek fontos a magyar demokrácia ügye, határozottan lépjen fel az együttműködés érdekében, fogjunk össze, minden demokratára szükség van, a haza mindenek előtt zárták soraikat a neves közéleti személyiségek, akik már előző bekezdésben megfogalmazták azt, hogy felszólítjuk mindazokat, akik érdemi közreműködői lehetnek az együttműködésnek, hogy ne késlekedjenek, rendeljék alá érdekeiket a közös célnak. Így van. Ez 10 éve, kereken 10 éve történt, hogy erre mit reagáltam, azt majd holnap közzé fogom tenni, mert annak holnap lesz a 10 éves évfordulója, de szeretném
megköszönni így utólag is az aláíróknak, hogy ezt megfogalmazták és aláírták a magyar történelemben először, mert hogyha ez nincsen, akkor talán a 14-es választást megnyeri Orbán Viktor, sőt, még az is elképzelhető, hogy a 18-ast is megnyeri, és bizonyos meredek feltételezések szerint még a 22-es választáson is digadalmaskodik, de tiszta szerencsé, hogy már akkor is az összefogást hekkelték be a politikai témák közepére, és ezért ez a fajta újrázás elkerülhetetlen maradott. De András, egyébként nem csak 10 éves, hanem majdnem 30 éves, 29 és fél éves évforduló is van, amennyiben az általad említett Konrád György, mint ez most a Lendvai Ildikó könyvből kiderült, 94-ben pedig az abbéli felszólítást tett akkor még zárt körben közzé, hogy ne Horth Gyula, hanem Kunce Gábor legyen így van. A miniszterelnök. Persze. Persze. Mert a zsűri eldönti. 10 éves évfordulója van, én emlékszem, amikor ez megtörtént, akkor én egy személyes pártot alapítottam együtt 1514 néven, de senki sem csatlakozott. Hát én meg külön, amikor megalakult, én külön 2014 néven alakítottam pártot. Azon se nyertem. Kettünk volna egy koalíció. Ha, így van. De nekem akkor már nem kellett külön pártot alakítani. Neked a sajátodat kellett. Nem lehet más. Adján, de az a helyzet, hogy hírszerkesztőként átléptem egy korlátot, ezt ezután be kell vallanom, ez nagyon hogy is mondjam, szakmaiatlan cselekedet volt, mert megírtam a kutya párt helyett egy közleményt, mert felhívtam a Kovács Gergelyt, mert még valami komoly párt is kommentálja már ezt a folyamatot, ami zajlik a ellenzéki térfélen, hogy most akkor összefog először az MSZP az Együttel, aztán mind a ketten összefognak a Gyurcsánnyal. És Fodor Gáborral is összefogtak. Apa, és Fodor Gáborral, így van. És a párbeszédek külön, mert már nem az, ők már nem az Andrásnál voltak. Így van, hál' Istennek. Ha most még fel akarod sorolni az összes mikrokezdeményezést, ami valamilyen módon részese volt az elmúlt 10 évnek, akkor itt fogunk ülni reggelig, én meg nem tudom befejezni ott azt a emlékszem, azon vitatkoztak, hogy az összefogási tárgyalásokon Schmuck Kandor és Ungár Klára csak a második sorban ülhetnek, nem az asztalnál, mert nekik nincs olyan nagy pártjuk, mint a párbeszéd. Folytasd. És nagyon-nagyon lényegtelen dolgokról beszéljünk, akkor mondta azt Juhász Péter, hogy a politika az túl komoly dolog ahhoz, hogy politikusokra bízunk. Itt nagyjából egész évvel véget is ért a magyar szellemtörténet. Na tehát, az történt, hogy a kutyapárt ezek után, voltam szíves megfogalmazni, azt mondta, hogy ő is hajlandó részt venni az összefogásban, és egy két lépcsős szisztémát javasol. Először is felveszik a kutyapártot a listára, aztán mindenki más lelép róla. Ez a feltétele annak, hogy ők az összefogás részesei legyenek. Ezt a hvg.hu le is közölte akkor. Apropó, akartam még egy sztorit mondani a külpolitikáról, hogy mennyire fontos ez a külpolitika. Az az adás, amiben nem szólalsz meg? Igen. Hát igen, és semmi nem történik. Hogy egyébként tényleg, hogy ez milyen ilyen leszálló ágban volt a pártoknál a külpolitika. A 90-ben, amikor megalakult az új magyar parlament, ezt egyébként én a Rokitól tudom, Rockenbauer Zoltán miniszter úr, akinek ugye kampányfőnöke voltam, mint ezt egyébként velem roppantúl ellenséges életrajzaim, íróim nem próbálják le elmulasztani a megemlítését. Nem, Deutsch Tamás szokták felemlegetni, nem Rockenbauer. Így van, mert a Rockenbauer az kevésbé dehonestáló szerintük. Na tehát, nem fogom megmondani, hogy melyik kis gazda neve, mert Isten nyugosztalja őket, abban volt tényleg néhány régi vágású kisgazdaban a frakcióban, és ebből az egyiket beválasztották a külügyi bizottságba. Madridban voltak hivatalos küldöttsége, az új magyar szabad parlament küldöttsége volt, elmentek a Prádó mellett, és akkor a kisgazda azt mondta, a teljes magyar, menjetek csak tovább, mindjárt jövök, és megállt elvégezni a dolgát a Prádó falánál. Az új magyar szabad parlament külügyi bizottságának kisgazda tagja, ami egyébként még mindig jobb, mert amikor aztán megalakult ez az első Orbán kormány, és kisgazda honvédelmi miniszter lett, és NATO tagok lettünk, és NATO fogadás volt, és a görög honvédelmi miniszterrel mellett ült, akkor megszólalt, nem, a török honvédelmi miniszter mellett ült, akkor megszólalt mindazon az egy nyelven, amit bírt, és azt megkérdezte, hogy valami társalgás kell a török miniszter, és megkérdezte, na hogy ízlik a görög dinnye? Ez volt. De hogyha megnézed, hogy most milyen külügyminisztere van Németországnak, akkor tulajdonképpen nem. Ez nem külügyi, hogy honvédelmi miniszter nem volt. Nem, másabb a színvonal ma ott, hát, mint nálunk a külpolitikában, de nem. Tehát azért az is érdekes, hogy Németországban, NSZK-ban évtizedeken keresztül a külügyminiszteri posztot sok esetben kvalitásosabb figurák töltötték be, mint a kancellári széket. Ehhez képest most... Jóska Fischer.
Jóska Fischer egy kvalitásos külügyminiszter. Neki csak a neve, neki csak a keresztneve belpolitikai termékhozat. Hont András, nagy, nem szólalok meg nagy monológia után, azért érdekelne, hogy picit beszéljünk arról, hogy 24-ben egyébként a magyar belpolitikában mit vártok, azon túl, hogy nyilvánvalóan lesz egy önkormányzati választás, de mondjuk még hány újabb párt fog megjelenni, vagy hány tűnik el? Úgy is összefognak. Elég sok el fog tűnni. Szerintem az eltűnés definícióját érdemes egy picit cizellálni, tekintve, hogy én nem látom, hogy melyek azok a pártok, amelyek eltűnnének önmagában az EP... Zoli, elmondom neked, hogy ha egy párt 2-3% meg tud csípni, most ellenzéki térfélen, akkor a 24-26 közötti időszakban az ellenzéki listaállításnál, körzetelosztásnál nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nekem az a meredek jóslatom van, hogy ebben a mezőben, tehát ebben a 2-3-4%-os mezőben nem nagyon fogunk pártot találni. Mert lesznek, akik átlépik az 5%-ot, ez nagyjából 4 formáció, de lesz kb. 6-8-9 formáció, akik a maradékért fognak küzdeni. És döbbenetesen sok olyan nagynevű vagy nagynevű figura által vezetett formáció lesz, akiknek a neve mellett majd a 0 egész meg az 1 egész lesz. Nem teljesen na most tudjuk, velük Gyurcsány Ferenc nem fog leülni egyezkedni, ebbe biztos lehetsz. Az van, hogy ugye van egy médiaérzékeny politikai közönség, amelyik nagyban felül reprezentált egy európai parlamenti választáson. Tehát akik nyomon követik a híreket, valamilyen módon ezzel együtt élnek, a Netflix mellett még ott van a valamilyen hírműsor is. Őket próbáljuk szondázni, meg ők vannak a közvéleménykutatóknak a célkeresztjében is, viszont vannak más közösségek. Én biztos voltam abban, hogy 2019-ben szabad szemmel látható lesz a Mi Hazánk. Nem volt szerintem olyan közvéleménykutató, amelyik mért nekik valamit. A Mi Hazánk startja volt a legjobb az új pártok közül, tehát az LMP-t, meg a Jobbikot beleértve, 3,5%-ot kaptak. És ebből szerintem már kapásból látható volt, hogy ők be fognak jutni, ha valamit nagyon erre rontanak a 22-es választáson a parlamentbe. De hogy ők ezt egyébként egy olyan bázison értékel, ami ezekből a stúdiókból nem látható. És ez az igaz másokra is. Nem tudjuk azt, hogy például Vona Gábornak a neve, az bizonyos közegekben mit jelent még. Nem tudjuk azt, hogy mondjuk a Jobbiknak ez a szétporladásában milyen bomlás termékek lesznek még, amelyek... András, ebben igazad van, tehát azt én megengedem, tehát nagyjából, tehát nyilván a kormánypárt, vagy ezt többes számba kell mondani, mindegy, szóval a Fidesz and Company, ez nyilvánvalóan ott lesz az élen. A DK nehezen fog 20% alá menni, a Mi Hazánknak azt gondolom, hogy lesz vagyunk egy kiugró eredménye, és valószínűleg a Momentum is ott lesz az 5-10% közötti mezőben. Ami ezen kívül van, ott lehet, tehát ezt ebbe igazad lehet, András, lehet, hogy a vonapárt, lehet, hogy a kutyapárt, lehet egy-egy, amelyik tud látható eredményt elérni. A kutyapárt jelen pillanatban bőven a Momentum előtt van. Most igen, de amikor majd éles helyzet lesz, akkor nézzük meg. És szerintem a Mi Hazánk is előttük van. Ja, a Momentumot nem értékeled túl, vagy nem túl? Nem értékelem túl, én azt mondom, hogy egyenlőre a Moment, tehát van egy olyan választói réteg, amelyik jobb hiány, nem egy, több olyan választói réteg, amelyik jobb hiány kénytelen lesz a Momentumra szavazni. Én ennyit mondom, hogy nagyon rossz véleménnyel vagyok róluk, de ennyit adok. Én csak azt mondom, András, hogy abban neked lehet, hogy igazad lesz, hogy a vonapártja vagy a kutyapárt nagyjából egy-egy ebből a nagy halmazból fog tudni egy látható eredményt elérni. De hogy a másik 6-8 matematikai okokból láthatatlan marad, ez egészen biztos. De nem csak még hadd mondjak valamit az arányokról, mert az, amit te mondjuk a Momentum kapcsán felvetettél, de általában az összefogott ellenzék szavazóinak zömére igaz, hogy ezek fővárosi vagy nagyvárosi szavazók, és valóban az EP-nők aktivizálhatók, vagy el is mennének, de mivel egy napon van az önkormányzati választással, ezért a Fidesz aktivizálni tud olyan szereplőket, olyan helyeken, ahol nem
az ellenzéknek vannak bázisai. Ez volt a nagy trükk, az összevonáson. Az önkormányzati választás miatt el fognak menni szavazni, ahol nem sok momentum szavazó van, és ezért aztán nem húznak be az EP-re. Ez volt a nagy trükk. Viszont így meg behúzhatnak az EP-re is, mert ha már ott vannak, akkor be fognak húzni, és ez valóban felborítja az eddigi történetet. Fideszt, Mi Hazánkot. Amire én piszokul kíváncsi vagyok egyébként, mert azért a Gyurcsány sok minden rosszat el lehet mondani róla, és én ezt rendszeresen el is mondom, de egy, hogy mondjam, egy delejtű ember, aki érzi a szeleket, meg a politikai irányokat. És ugye most már a DK kommunikációjának minden második szava a szociáldemokrácia. Hogy úgy látszik, ők érezékelnek valamiféle űrt, egy szociáldemokrata politika irányába, hogy ezt valaki komolyan is meg tudja elovagolni. Végre nem a kiábrándult szociáldemokrata. Nem Gyurcsány. Reménytelenül cinikus, hogy közben ennek a pártnak a gazdaságpolitikusa az a Dávid Ferenc, persze. Aki egyébként üdvözölte az egykulcsos adórendszert, a kizsákmányolás törvénykönyvét és így tovább, de egyébként pedig az ellenzéki helyosztónál engem sokkal jobban érdekel az, hogy az, amivel zártuk is, ha jól emlékszem, az adást az év folyamat karácsony előtt, hogy az a fajta rombolás, hogy a munkavédelemnek a leépítése, a munkajogi garanciáknak a leépítése, ez hogyan fog folytatódni, vagy ezt a startba beszéltük, igen, 2024-ben, milyen társadalmi következményei lesznek, akár már rövid távon is annak a vendégmunkás importnak, amibe belefogott a kormány, és egyáltalán az a konnektivitás elmélet, amiről most ugye Orbán Balázs is volt szíves a gondolatait közreadni valamikor év végén, ez hogyan fogja lentartani a bérszínvonalat hosszú távon Magyarországon, és hogyan veri szét a még egyáltalán meglévő biztonságot a munkavállalók körül. Nem csak a biztonságot, a szolidaritási hálót tulajdonképpen, azt, ami az valamilyen módon organikusan az létezett, az lehet a biztonságnak egy olyan eszköze, ami független a politikától. És hogyan fosztják meg ettől az embereket, amire egyébként nem akarok ezzel lovagolni, de pont most láttam a DK újévi fogadalmai plakát. Pont ezt akartam mondani. Pont olyan szép kék plakát egyébként, mint annak idején a kormányplakátok voltak. A DK egyik újévi fogadalma, hogy a vendégmunkával szemben a magyar munkaerőt fogja megvédeni. Én alá is raktam a Facebookra, kiraktam a Magyarországra, hogy ezt nem veheted el a magyarok munkáját plakátot, pont ugyanúgy néz ki, mert ebbe az irányba is számolják fel a szolidaritást. Tehát miközben nem csak a DK, félreértések, nem rájuk akarom kérdezni. Ez a kormányzati politika. Ez alapvetően a semmi történik politika egyébként, hogy megyünk előre ugyanabba, pontosan. A kizsákmányolás fokozódik, pontosan. A kizsákmányolás ellenzésének a lehetőségét is megszüntetik azzal, hogy tévútra terelik ezt az egészet, xenofóbiába terelik, álproblémákba terelik, és ebben jobb oldal, úgynevezett bal oldal, liberális oldal teljesen együttműködve. Ehhez képest 20-adrangú kérdés, hogy ki a nyavaj a Budapest főpolgár. Pontosan. De oké. Igen, én is ezt szerettem volna szóba hozni, és ez is a semmit támasztja alá, hogy mennyire képlékeny minden, hogy mennyire nincsen következménye a dolgoknak, és mennyire nem igénylik a szavazók azt, hogy egyébként az övéik konzekvensek legyenek. Hogy kiállnak valamilyen érték mellett, akkor ez holnap után is tartson még. És itt van egy érdekes dolog szerintem, amiben mégsem teljesen tét nélküli, ami történik, csak ennek nem a direkt politikához van köze, sőt, pont az rontotta meg. Ugyanis különböző korszakoknak nem csak gazdasága van, nem csak különböző szociológiai viszonyai vannak, ezt az én felfogásom szerint ez egy természetes állapot, hogy van társadalmi hierarchia, vannak fellévők, de volt mindig egy olyan kritikai társulat, legyenek azok klerikusok, vagy aztán legyen később az immáron laikus értelmiség, mármint a laikus alatt azt értve, hogy nem egyházi, akiknek az a feladat, hogy reflektáljanak a dolgokra, ugyanis ez a legemberibb tevékenység. Azért tudott az ember boldogulni, annak ellenére, hogy lassabb, mint a többi állat, gyengében lát, rosszabb a szaglása, kevésbé éles a hallása, fázik, és a többi, mert le tudja vonni a tapasztalatokat az addigi működésből, és azt eszközzé tudja alapítani. Ennek vannak mindig a sámántól a filozófusig, ennek megvan a társadalmi funkciója. És körülbelül az történt, hogy ez világszerte, és Magyarország erre nagyon jó példa, Magyarországon most 22-re vált teljessé a kép, hogy ez az értelmiség végleg feladta ezt a tevékenységét, beállt egyfajta politikának a támogatójává, tehát, hogy
ennek a baloldali, progresszív, bárminek nevezzük, ezek alapvetően értelmiségi, elitista szervezetek, amelyek fentről lefelé, elsősorban szórakoztató ipari termékek által próbálnak bázist teremteni. Vele szemben van az értelmiség ellenes jobboldal, Magyarországon most már kristálytisztán valósult meg, amelyik persze ott téved, hogy amikor olyan papokat hív magának, akik elmondja, hogy nekünk igazunk van, nincs szüksége értelmiségére, ez par excellence értelmiségi tevékenység. G. Fodor Gábor és mondjuk hozzám velem beszélő viszonyban lévő Megadja Gábor értelmiségi tevékenységet lát el, amikor az értelmiséget leprázza. De szóval ez az értelmiség, ez Magyarországon most már bal-jobbra összeállt, tehát Bot Péter Ákos és Jeszenszky Géza csatlakozásával lett teljes a kép, és ennek az értelmiségnek az elmúlt 30 éves tevékenysége csőd. És amikor engem azzal vádolnak, hogy szekeret tolok, akkor tényleg van bennem egy dű, hogy ha már más nem tudunk elérni, akkor Orbán Viktor 128-szorra is alázza meg őket, hogy végre valahára, legalább az utódjaik a dolgukat végezzék, mert amikor én itt felsoroltam előbb, hogy ki mindenki követelte az összefogást kereken 10 évvel ezelőtt 2014. január 8-át, akkor ebben egyébként kiváló emberek voltak benne. Nagyon képzett filozófusok, nagyon jó írók, jó kritikus, egészen kiváló esztéta és így tovább. De mindegyik azt tartja élete főművének, hogy elmondja, hogy Orbán Viktor gonosz, és válasszunk jól emberek. És ugyanezt csinálják Amerikában is. Ugyanezt Joe Bidenig látnak. El szerintem egy kicsit azért túlspilázod az értelmiség szerepét. Az értelmiség efajta mindenhatósága az egy értelmiségi mítosz egyébként. Az, hogy ez mekkora hatással van általában a népességre, általában a társadalomra, ez egy értelmiségi hit, hogy ez valóban hatalmas nagy hatással van, és mi is persze erről vitatkozunk, mert a magunk módján értelmiségi gyökereink vannak. A másik fele pedig, hogy a manifest értelmiség ellenesség is egy értelmiségi mítosz egyébként. Annak idején egyébként pont a radikális baloldal üvrierista szárnya volt az izgalmasul, az értelmiségiek a hadosszát jártak azért, mert ők értelmiségiek voltak, és igyekeztek munkásruhába járni, és munkásul beszélni, és olyan pálinkát inni, mint a munkások, de nem ezen fordul meg a dolog. Az az értelmiség, amiről beszélsz, az mindig létezett ebben a formában, és igen, az értelmiségnek feladata a kritika, sőt, ez az alapvető feladata és az önreflexió, csak itt az a gond, hogy a kritika egyoldalú. A kritika tulajdonképpen így már nem kritika, arról az, annál az értelmiségről, amiről te beszélsz, meg az úgynevezett másik oldali értelmiségnél is, és ennek megfelelően elmarad az önreflexió, egyetlen ajánlat marad, minket. Egyetlen egy dolgot teszek, ha ehhez hozzá, Péter, hogy valamelyest megpróbáljam felpuhítani a te szikár, szigorú álláspontodat, hogy az például egy tipikusan értelmiségi gondolati termék, hogy a világ kiszámítható. Ez a poszt-68-as kör miért gondolja így? Miért a tudományba, a tudomány fetisizálásába veti minden hitét? Annak megvannak a maga okai, hogy ugye a felvilágosodás gyermekei történelmileg is nagyon-nagyon sok minden rosszat okozott a korábbi korszakok. A modernitás, hogy a világ kiszámítható, minden veszély kiküszöbölhető, és például maradj otthon, ez értelmiség által kitermelt ideológia nélkül nem ment volna. Na de mondom, ez is egy ideológia, ez a modernitás technokrata ideológiája, hogy mindenre van egy ilyen, az embergép, ilyen értelemben persze a felvilágosodás örököse, csak hát ezen már rég túl vagyunk szerintem. De hát nem vagyunk túl, gyakorlattá vált, és hát ilyen értelemben kannibalizmuson sem vagyunk túl, mert van, aki embert eszik, de azért alapvetően ez már a múlt. Szerintem itthon van egy nagyon fontos különbség, amikor arról beszéltek, hogy legalábbis én feltételezem, hogy ez is van mögötte, hogy egyébként nem tudom, a gazdasági erő az sokkal meghatározóbb, mikor nem is látjuk kifelé, mint a politikai erő, hogy az értelmiséginél egy nagy tőkés, az sokkal nagyobb befolyással van. Ez az Egyesült Államokban biztos így van, sőt, talán még Németországban is. Magyarországon viszont én azt látom, hogy úgy sikerült elfejlődnünk, pláne ez 2010-től meghatározó, hogy a kimondott és leírt szó, az sokszor erősebb, megelőzi azt, hogy mi van a forinttal. És Magyarországon nincsenek olyan gazdasági szereplők, mint egy-egy multi, mint egy-egy lobby cég az Egyesült Államokban. Nálunk a politikából nő ki a gazdaság is, és hát ezért mert, aztán szolgáló. Mert a periférián más típusú a kapcsolat a politika és a gazdaság között. A centrumban a gazdaság megvásárolja a politikát, a félperiférián a politika uralja. És ugyanakkor a centrum valahol megvásárolja az egész félperifériát. Cakkompak, politikát. Akkor, hogyha magához tér a politika, ez a másik titka az Orbán korszaknak, hogy ugye
azzal, hogy majd elhozza a piacgazdaság, ami belül így hinnék, a világok legjobbikát, ez ugye azt jelentett, hogy megnyitjuk a piacainkat, és a sokkal felkészültebb, nagyobb tapasztalattal és tőkerősebb cégek letarolták Magyarországot is, de Oroszországot is, tehát ennek a reakciójaként jött létre a politikai gazdaság ezekben az országokban. Pontosan. Pontosan. De igen, azt alig is alájön. Mindeközben csak mondom az utolsó egy percre, hogy Szoboszlai Dominik lett az év sportolója, hogyha esetleg meghatározó esemény. Azért én ezt szívesebben hallanám egy év múlva. Tehát az EB után. Igen. Jó, most bunkó voltam, ezt még én is tudom. Mint amikor... Ceglédi Zoltán? Pont én, mikor itt van a két foci. Nem, hát 70 éve lesz a berni VB döntő, én nagyon remélem, pont a születésnapomon majd méltó revansot lehet venni a németeken. Nem, egyébként szerintem ez egy nagyon csak... érdekes meccs, akkor viszont már hadd kicsit siklassam ki a focit, hogy nem vagyok meggyőződve róla, hogy csak Szoboszlaival, csak a magyar labdarúgó válogatottal lehet közös vagy közösnek gondolt nemzeti sikereket így előállítani a nyilvánosságban. Szerintem ebben is kellene, hogy verseny legyen. És ha van csődje... De ez az olimpia, tessék. De ugyanez a gondom, az is az Orbáné lesz, és egyébként annak lesz egy külön politikai konnotáció, hogy Párizsban pontosan mit és hogyan sikerül megoldani ezen jelen viszonyok között. Bizony, ez egy izgalmas dolog lesz. De hogy azzal kéne versenyezni szerintem, hogy adjon a másik társaság, legyen az márki, hasonló büszkeségre okot adó szereplőket a magyar közönség. Például az, Péter, egy értelmiségi szerep, hogy, nem néz az ember focit, hogy miként reagálsz egy közösségnek a tulajdonságaira, kultúrájára. Tehát hogy ezek a nemzeti karakterjegyek szerintem valósak. És hogy mondjuk futball sikereket és futball kudarcokat hogy dolgozunk fel, arra lehet reflektálni. Én csak egyetlen dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Hogy abban az esetben mondjuk kudarc történik, akkor igazából nem történt semmi, de akkor kéne semminek történjen, hanem felállunk és megyünk tovább. Magyarország az a hely, ahol mindig behintik sóval, ami korábban történt, hogyha volt egy rosszabb eredmény. Na. Ez történt 70 éve is. És nincsenek nemzeti karakterek. 2024 szerintetek, szerintünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jó éjszakát, szép estét. Jövő éjjel várjuk a